Reggeli füstjelek. Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! A mai reggel megosztok veletek egy tapasztalatot, ami nemrég történt velünk, és utána pedig olvasok majd nektek egy igét, ami kapcsolódik ez a tapasztalathoz. Nem olyan régen egyik este azt vettük észre, hogy az egyik kiskacsánk nagyon nehezen jár, és egy idő után már alig bírta vonszolni magát, majd pedig szinte be kellett tennünk a helyére, mert már felállni sem nagyon tudott. És ezek a jelek már ismerősek voltak számunkra, mert korábban is volt egy kacsánk, aki hasonló tüneteket produkált, és másnap meg is halt ez a kiskacsa. Utána is néztünk, hogy mi az a betegség, és nagy fájdalmunk lett itt Márkkal, és gondolkoztunk rajta, hogy vajon most ez a kiskacsánk is így fog-e járni, és imádkoztunk érte többször is, de szinte biztosak voltunk benne, hogy másnap reggelre már meg fog halni, mert tényleg olyan majd, hogy nem végstádiumonak tűnt. Viszont nem adtuk fel az imát, és tényleg többször is imádkoztunk azért, hogy olyan jó lenne, hogyha tényleg megmaradna még ez a kiskacsánk. És másnap reggel, amikor felébredtünk, kimentünk hozzájuk, oda-vissza rohangált az udvarba, és találtak mesztelen csigákat, és elkezdték üldözni egymást, próbálták elvenni egymástól, és olyan kis aktív volt és mozgékony, hogy szinte nem is értettük, hogy lehet ebből a kiskacsából a tegnapi események után ilyen kis virgoncállat. És azon gondolkoztam el ennek a történetnek a kapcsán, hogy ez a kiskacsa most így a szemünkben teljesen új értéket nyert, hiszen megtapasztaltuk azt, hogy valószínű elveszítjük. És emiatt olyan, mintha újra megkaptuk volna őt, és sokkal jobban aggódunk érte, vagy sokkal jobban odafigyelünk rá, és jobban felértékelődött a mi szemünkben is, mert olyan tényleg, mintha újra megkaptuk volna őt. És azon gondolkoztam, hogy hány olyan ember van, aki az életében a többi emberrel mondjuk nincs olyan jó kapcsolatban, sokat veszekednek, vagy vitatkoznak, és miután meghal a párjuk, vagy szomszédjuk, barátjuk, akkor utána pedig nagyon pozitívan nyilatkozik erről az emberrel, hogy milyen jó ember volt, csomó jó dolgot elmond róla, olyan szépeket és jókat szól róla, de valahogy azon gondolkoztam, hogy ez valahogy nagyon nem jó így. Az emberekkel akkor kéne jobban törődni, és jobban odafigyelni rájuk, jobban értékelni őket, ameddig még velünk vannak. És most elolvasnék nektek egy igét Prédikátor könyvéből. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalán állatnak végéhez, és egyenlő végük van azoknak, amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben. És az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiába valóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy, mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegyé, és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megyé? Itt ez az ige igazából arról szól, vagy ez a szakasz, hogy az emberek gyakran különbséget tesznek az állatok és az emberek halálából, és különböző tanok beszűrődtek a kereszténységbe is, annak ellenére, hogy a Biblia világosan tanít arról, hogy mi történik az emberekkel haláluk után. Mégis ott szokott lenni az, hogy beszűrődtek olyan tanok, hogy az emberek haláluk után egyből a mennybe kerülnek. És ugye ez kihat a hétköznapi életre is ez a gondolkodás, mert gyakran találkozhatunk olyan emberekkel, akik megfogalmáznak, hogy ezt a mama látja odafentről, vagy ezt a papa látja odafentről, és hogy biztosan boldog, hogy ezt látja, vagy hogy ha tudnál most ezt meg, amit lát most, hogy amit éppen csinálunk, ez boldoggá teszi tulajdonképpen. Itt viszont ki is emeli ezt a részt a Biblia, hogy ez valójában nincs így. Ők is ugyanúgy meghalnak, és ugyanúgy oda kerülnek, mint az állatok. És ezért is tényleg nagyon fontos az, hogy az embereket, akik körülvesznek titeket, az becsüljétek meg még most, amíg veletek vannak. Próbáljátok meg minden percet kihasználni, hiszen sosem tudjuk, hogy ki meddig van velünk. Az sem számít, hogyha még valaki nagyon fiatal, vagy éppen gyerek. Egyáltalán nem biztos, hogy olyan sokáig lesz még velünk, mert tényleg nem tudhatjuk, hogy mikor, kivel, mi történhet. És tényleg ragadjunk meg minden percet, minden pillanatot, és próbáljunk meg békességben élni egymással. Ne vitatkozzunk velük, ne veszekedjünk velük, legyünk türelmesek egymással, és értékeljük egymást addig, ameddig velünk vannak.
hogy ne halála után kezdjük el szépíteni ezeket az emlékeket. További szép napot kívánok nektek! Sziasztok!